No, itten vagyunk újra. Az augusztus előadásunk második és egyben befejező részével. Jó sok kérdést kaptam, úgyhogy bele is vágok. De mielőtt belevágnánk, előtte szeretném megköszönni azon hallgatóinknak, akik anyagilag is támogatják ezen előadásodnak a létrejöttét, illetve egyáltalán segítik azt, hogy mi segíthessünk másoknak. És na, mindig mindenki névtelenséget kér, azért pár keresztnevet hagyj olvassak föl. Köszönjük szépen Mónikának, Zsannának, Pálnak, Zoltánnak, Évának, Andrásnak, Andreának, Tibornak és Alexának, sőt Alexa családjának is. Azt, hogy kőkemény magyar forinttal, illetve még kőkeményebb euróval is támogatják azt a folyamatot, amit itt próbálunk segíteni, azt a tudatosságnak azon hatását, amit próbálunk átadni az embereknek. Tényleg nagyon szépen köszönjük. Mindig megkérdezitek jó páran, de azért újra elmondom. Ezen adások úgy készülnek, hogy ti küldtök kérdéseket, amikre én nagyon szívesen válaszolok. Rendben van? Nem arról van szó, hogy én találok ki egy-egy témát. No, vágjunk is bele. Kedves Krisz, lenne egy kérdésem, de nem a megszokott témák közül. Minap ültem a melegben, és megsimogatta az arcom egy szellő. Tudnál kérlek beszélni a szélről? Nyilván nem a meteorológiai leírására vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy te hogy látod, picit más nézőpontból. Köszönöm. Hát igen, maga a szellő az legzseniálisabb találmány, elképesztően jó, amikor megsimogatja az ember arcát, pláne amikor mondjuk ugye meleg van, és hogy füllett az a párás nyári meleg, és egyszer csak úgy finoman föltámad a szél. Ó, zseniális, zseniális. Már nagyon sokat tudnék beszélni magáról a létezéséről, a különböző dimenziók formáiról, de próbálok keveset, mert láthatóan lelkendezek a szellőrén is. Maga az, hogy a levegő úgymond mozog, tehát hogy van egyfajta ilyen hatás, az voltaképp az a létezésnek egy olyan vetülete, ami a leginkább az emberi kommunikációnak egy bizonyos szintjéhez, leginkább az emberi szeretetnek egy bizonyos szintjéhez, a teremtés egy bizonyos formájához hasonlítható. Tehát azért létezik itt most például a mi bolygónkon ez a fajta szél, és amúgy más bolygókon és más dimenziókban is, ahol létezik. Mert az adott tér, jelen esetben ugye a Földünkről, amiről beszélünk, az adott tér megtestesülésének folyamatában, a teremtés folyamatában van egy olyan hatás, van egy olyan speciális teremtő hatás, ami a szelet megengedi. Ez pedig nagyjából a szabadság lehetősége. Tehát az önmegvalósítás és a szabadság lehetősége. Az, hogy a formák szabadon megvalósulhatnak abban a formában, ahogy nekik az jó. Ugye fizikai szintre ezt nevezzük mondjuk evolúciónak, lelki-szellemi szinten pedig egyfajta tudatos teremtésnek szoktuk nevezni. Azt, hogy az egyén, a többdimenziós egyén, a különböző energetikai és egyéb más dimenziókban is létező egyén, hogy megnyilvánul ott, hogy megnyilvánul itt is. A maga a szél folyamata, ugye a kvázi a nyomáskülönbség, azért jön létre. Mert az egyének különböző, fogalmazunk úgy, tempóval, energiával, különböző mélységgel hozzák létre azon formákat, amelyek a fizikai dimenziót alkotják. Ezért van lehetőség arra, hogy a hideg és a meleg levegő különböző keveredés által. Tehát a teremtő erő egy bizonyos szeretete és nem szeretete, egy bizonyos folyamata által létrejövő energia hatások megnyilvánulnak itt a fizikai világban úgy, hogy úgymond mozog a levegő. Ja, zseniális találmány, különben elképesztő jó. Most találmányt idézőjelbe értem, persze viccelek. Hiszen, mint ahogy mondottam volt, ha megértetted, nagyjából nem kell kitalálnia senkinek, létrejött magától a teremtés folyamata, mint egy melléktermékeként, és ezáltal már az egyén egy bizonyos szinten képes megélni önmagát a szellőben is, mint szellő.
nem könnyű ezt azért megfogalmazni. Nagyon szeretem. Nagyon szeretem, úgyhogy ha úgy alakul tényleg, hogy kint vagy a szabad a természetben, le tudsz ülni pár percre, vagy éppen csak otthon vagy, de erkélyem, teraszom, kertben, és tényleg úgy érzed, hogy hirtelen feltámad a levegő is, körbesimogat. Engedd, hogy a bőrödön átmehessen, mert minden benne van. A univerzumban, a világ túlsorláról, a mindenségből, a végtelenből minden tartalmaz. Minden információt, energiát, érzés, gondolatot. Nagyon segíthet a szellő megélése abban, hogy úgymond megvilágosodj, vagy hogy egyé válhass önmagaddal, vagy megélthesd azt, aki vagy. Bizony. Sziasztok! Ó, Krisz! Ezt gondolom én vagyok. A környezetünkkel kötött kompromisszum hogyan fordítható egyéni fejlődésünkre? Hát gondolom, arra gondolsz, amikor a főnököd miatt, vagy főnököd kedvéért hallgatnod kell, vagy a szüleid kedvéért, vagy a családod kedvéért jópofát kell várnod bizonyos dolgokhoz. Figyelj ide, minden olyan esetben, amikor az egód úgymond meg van törve, és nem azért, mert megtörik, hanem azért, mert te akarod törni, tehát te veszel vissza szándékosan az egód arcából, úgymond, akkor maga a törés az nem nevezhető jónak, építő jellegűnek, rossznak se, egyszerűen csak egy folyamat. A túlságosan erős törések, vagy amikor nem törődsz bele a helyzetbe, abból már lehet probléma. De maga a folyamat az nem rossz. A kompromisszum úgymond, az ilyen tényleg nem rossz. Azt kell belőle megtanulni? Nem jól fogalmaztam, mert nem kell megtanulni belőle semmit. De azt lehet belőle megtanulni, hogy mi az, ami valóban fontos, és mi az, ami igazából tényleg lényeges. Mert a kevésbé fontos dolgokat könnyű elengedni, a valóban fontosakat is el kell tudni engedni, csak a lényeges dolgokat nem. Tehát ezt meg lehet tanulni. Kettő, meg lehet élni azt, aki te vagy valóban, mert nem könnyen ugyan, de némi gyakorlással az egoista vadhajtásokat, azokat el lehet tudni engedni, ha nem kapaszkodsz beléjük, vagy hogyha az én képed nem egyenlő, mondjuk azzal, hogy te agresszív vagy, vagy féltékeny vagy, vagy hasonló kellemes egoista tulajdonságok. Tehát nem vagy egyenlő önmagad számára ezen dolgaiddal, akkor ezt is el lehet tudni engedni. Ezt is meg lehet tanulni. Három, azt is meg lehet tanulni, hogy mi az, ami tényleg te vagy. Hogy igenis vannak dolgok, amit nem szabad engedni. Hogy igenis ki kell állni, harcolni kell érte. Bizony. Nem rossz dolog különben, de kompromisszumot kell kötni, mert a tudatos kompromisszumkötés egy lépés a valódi alázat felé. A valódi alázat pedig ugye maga a szeretet. Tehát ilyen téren is lehet haladni és lehet fejlődni. Bizony. Megéri megtalálni az egészséges egyensúlyodat, mert erre nincs egészséges egyensúly. Tehát nincs arról szó, hogy van egy szent ember, van egy tanítás, aki megmondja, hogy mi az egészséges egyensúly. Tehát megéri neked megtalálni az egészséges egyensúlyodat abban, hogy mi az, amikor engedsz, és mi az, amikor nem engedsz. És ez is nagy tudás, ez is nagyon nagy tanulás, nagyon nagy lehetőség a változásra. Úgy vettem észre, hogy noha egy homogén, tehát egy azonos környezetben élni, ahol minden egyforma és mindenki tudja a helyét, és mindennek megvan a maga létjogosultsága. Tehát egy ilyen homogén közegben élni nem csak a lelki szellemi, de a fizikai élet szempontjából sem szerencsés, mert hosszú távon, ha a másság nem alkot egységet, mert csak egyféle egység van, akkor az hosszú távon meg szokta ölni, föl szokta borítani, egymás ellen fordítja az egyformákat is, és szétrobbantja nem csak a társadalmat, hanem akár az egyénnek, a léleknek a belső világát is. Úgyhogy nem baj, hogyha vannak különbségek, és nem baj, hogyha megtanulod ezen különbségeket, például azt, hogy te és egy másik ember mást akar. Ezen különbségeket megtanulod egységben megélni. Bezony. Kedves Krisztián, a júliusi előadásban beszéltél arról, hogy miként történik az energiacsere köztünk a pénz adásvétel által. Ez akkor is így működik, befolyásol, ha a fizikai pénz nincs jelen, azaz online vagy kártyás tranzakciók történnek. Történnek? Van egy kérdés a végén. Szintén a múltkiadás alkalmán beszéltél arról, hogy mi történik az állatok tudatával a halálok után egy elhunyt kedvenc macska kapcsán. A kérdés az lenne, az elmondtok akkor is igazak, ha az elhunyt házi kedvenc egy malac? Ja, értem, arra gondolsz, mikor a szegény malackát levágják. Előre is köszönöm a válaszod. Figyelj ide! Igen, maga a pénz, az a energiacsere, ami a pénzhez köthető, akkor is jelen van, hogyha
tranzakció az nem fizikai, tehát online, vagy egy bankkártyás, mert nem csak az lényeges, hogy mi van a ráragadva a készpénzre, a papírra, milyen energia, hanem az, akitől kapod. És az elektronosság meglepő módon ilyen téren, valamilyen szinten, amit most mondok, abban ne kösd bele, mert ilyen szinten nem igaz, de amúgy meg mégis. Tehát az elektronosság valamilyen szinten képes tárolni érzelmeket és gondolatokat, a figyelemnek egy formáját. Mert maga a teremtés is egyfajta ilyen elektromágneses, nem jó szó, mert nem tudom megfogalmazni, mert nem találtam még ezt meg a tudomány, de egyfajta elektromágneses energiát képvisel. Magyarán, aki elég tudatos, az valamilyen szinten az elektromosságban jobban benne hagyja lenyomatát. De nem kell pánikolni, tehát nem arról van szó, hogyha van egy üzlet, és az üzletfeled, akitől kapnod kell a pénzt, az egy nagyon borzalmas ember, nem fogod az ő idézőjelben karmáját megörökölni, azért, mert átutalt neked pár százmilliót. Úgyhogy nyugodtan fogadd el a pénzt. De tény is való valóban, hogy azok, akiket beengedsz az életedbe, mindegy, hogy fizikálisan, tehát találkozással, vagy csak virtuálisan, mondjuk így, hogy most beszélgetünk. Tehát ezen emberek között és közted egy szorosabb kapcsolat jön létre, még akkor is, hogyha ennek semmi fizikai formája nincsen, hiszen mi sem találkozunk, ugye. De tény is való, hogy más dimenzióban fogalmazunk ki, létezés és szélesebb spektrumán, perspektíváján látható ez, hogy bizony-bizony az elektromos online kommunikáció is egyfajta kapcsolódás és egyfajta valamilyen szinten erőteljesebb kötődés, mint sem az ismeretlenség. Bizony. És a malac pedig. Figyelj, de az állatoknál a következőképpen szokott ez zajlani. Szeretném hangsúlyozni, most nem kezdem el boncolgatni, hogy bogár, rovar, növény, emlős, stb. Mert mindegyiknél azért más-más folyamatok is vannak, mint amit most elmondok, de a lényeg nagyjából ugyanez mindegyiküknél. Hogy a megért borzalmak, fogalmazunk így, az állatoknál nagyon gyorsan kiperegnek. Amit szoktak mondogatni a vegetáriánusok, hogy ha levágnak egy malacot mondjuk, akkor is tényleg szenved az állat a halál előtt, hogy akkor a húsa átveszi a szenvedés energiákat, és ezt adja tovább a húsában. Ebben ami van igazság, de fogalmazok úgy, hogy a malacnak az a energetikája, ami a malacot jelenti, úgymond, vagy a macskát, vagy bármit, az ugyanúgy a halála után kipörög belőle ez a fajta szenvedés. Tehát nem arról van szó, újra mondom, nem arról van szó, hogy van egy malac lélek, aki meghal a teste, majd utána bekerül egyfajta reinkarnációs körforgásba, és megszületik egy fejlettebb malacként, vagy ne adj Isten mondjuk, megszületik, érted, hurkatöltőként. Tehát nem így működik a folyamat. Az állatok, amit átélnek fájdalmat, ha megnézed, tegyük föl, egy állat retteg, ugye, mert mondjuk kergeti egy ragadozó, vagy tegyük föl, megsebesült és menekül, és látszik, hogy fáj neki a teste. Ez ilyen típusú stresszt, szenvedést, fájdalmat, ha túlélik ugye a szituációt, kipörgetik magukból, és nem jelentkezik nekik. Sőt, a legtöbb állat képes arra, hogy a folyamatos fizikai fájdalmat el tudja tenni. Tehát nem érzi azt folyamatosan, mondjuk, ha tegyük föl, van egy mint tudom, golyó, vagy van egy eltörött fém a testében, ami neki ott fáj. Nem érzi minden pillanatában. Az állati agy is úgy működik hasonlóan, mint az emberi, csak egy fokkal, ilyen téren fokkal jobban. Az emberi agy is amúgy is képes kizárni a fájdalmat. Ugye mondjuk például az ájulásnak a szélsőséges este, de ájulás nélkül is képes kizárni. Az állatoké is képes. Jobban feldolgozódik. Magyarán nem arról van szó, hogy miután mondjuk egy halálában egy malac szenved, utána ez a szenvedés lesz a meghatározó tényező benne, feldolgozódik, kipörög belőle. Nem kell aggódni a kis cocáért, oké? Okay? Természetesen persze, hogyha a világ egy dimenzióval feljebb pörögne, fogalmazunk így, tehát szélesebb létezésben lennénk, tehát maga az anyagi univerzum egy korlátlanabb formájában tudnánk létezni, akkor természetesen nem lenne ilyen téren pusztulás, vagy nem lenne úgy pusztítás, hogy megölünk valakit, vagy valamit szándékosan. De hát most nem ott tart ez a dimenzió egyelőre. Valahol itt a fizikai halál, például azért, mert ugye, hogy ezzel táplálkozom, és ezáltal gyilkolsz. Valahol a létezésnek a része, és a tudati szintjén, a fejlődés szintjén, ebben mindenki tisztában van és elfogadja. Nem csak az ember, hanem a malacka is. Persze, persze.
De teljesen egyértelmű, hogy te mondjuk érzékenyebb ember vagy, és látsz egy ilyen szituációt, vagy éppen csak húst ennél, és hirtelen átjön ez a fajta fájdalomnak az érzete, a szenvedés fájdalma a húsból, akkor egyértelmű, hogy akkor neked ez nem való. Tehát nem kell vele foglalkozni, és nem kell erőltetni, hogy ezeket mindenképp megélt, persze. De ne aggódj, tényleg. A létezés elég jó rendben van. Vannak benne nehezebb stációk, állapotok, de önmagában rendben van, oké? Elkünk embereknek is, meg az állatoknak is. Kedves Krisztián, 36 éves vagyok, a férjem 42, és nincs saját lakásunk. Nem tolt semmit alánk az élet, öröklés, egyebek, még a szülőnek se annak idején. Borzasztó, nehéz háttérszín nélkül lakáshoz jutni. És úgy érzem, nagyon elcsesztük, hogy nem vettünk korábban, csak pislogunk a jelenlegi árakon. Nagyon jó volna tudni, mikor pukkad már ki ez a mesterségesen generált ingatlan lufi. Várhat a közeljövőben valami, ami leviszi? Figyelj ide, hát valahol el kell keserítsenek. Ugyanis az ingatlan az egyik legklasszikusabb, legátlánosabb menekülési formája a vagyonmentésnek. Mert hát, hogy valahol minden ember képzettség nélkül is képes arra, hogy egyszer van egy kis pénz, akkor vesz egy lakást, vesz egy házat, vesz egy telket, és akkor abban úgymond kvázi áll a pénze. Hisz a lakás meg az ingatlanárak leszámítva a legeslegnagyobb gazdasági világválságokat, esetleges háborúkat, tehát ezen szélsőséges helyzeteket leszámítva az élet 90%-ának a területén az ingatlanárak mindig emelkedni fogna. Mindig egyfajta jó lehetőség arra, hogy az infláció ellen, legalább az infláció ellen dolgozzon ugye a pénz, illetve hát nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember kis ügyeskedéssel keresni is rajta, tehát az ingatlan adásvétellel. Úgyhogy én 5 éven belül olyan ingatlárakat várok például Budapesten, mint önök most vannak Bécsben. Valószínű így lesz, kivéve, hogyha nem történik valami nagyon nagy probléma. De másrészt Európa forrongásából ítélve feltehetőleg át fog kerülni a hangsúly más országokra. Tehát ha megfigyeled, a nyugati országok, Franciaország, Németország, az angolok is, valahogy ahogy az őslakosok próbálnak menekülni az országból, különböző okok véget. Tehát egy nagyobb számba figyeltünk meg az, hogy 50-60-70 éves emberek elhagyják hazájukat, vagy legalábbis olyan szinten költöznek a határok mellé, hogy bármikor átléphessenek az országok államhatárán egy másik országba. És ugye Magyarország ilyen téren jelen pillanatban egy kedvenc célpont. Magyarán ők is valamilyen szinten verik fel az árakat. De ez az elenyésző. Inkább itt arról van szó, hogy egyfajta spekulációnak köszönhetően, mondom pont ezért, mert az ingatlan vagyon az, ahol a úgymond a köznép, tehát úgymond kvázi mi, akik nem vagyunk annyira benne a gazdasági folyamatokban, nem tartjuk rajta a kezünket, mint tudás, vagy éppen szándék hiány a gazdaság ütőjére, a pénzmozgáson. Tehát mi vagyunk azok, akik ezen a területen nagyon sok pénzt investálunk ebbe. Mert hát ugye Magyarországon nagyon nagy készpénzállomány, és hát a legtöbb ember erre ad igazából, a kis dugi tartlékából lakást, ingatlant vesz. 2. Valahol a politika mindig is azt támogatta, mindig is abban érdekelt a hatalom, hogy legyen egyfajta félelem benned. A félős ember jobban irányítható egy határig. A rettegő ember már nem, az már ösztönből cselekszik, ezért azért a hatalom mindig igyekszik adni is valamit, de a félelemben tartása a lényege annak, hogy uralkodhassnak feletted. És hiába tűnik annak, hogy demokratikusan választasz meg egy kormányt. Ez csak egy illúzió. Tehát valahol a hatalom afelé törekszik, hogy minél kevesebb ember legyen saját lakása. Magyarország ebben amúgy az éllovas, tehát túlságosan sok a magáningatlanok száma. Nyugat-Európában, az egyes államokban lakosság jóval nagyobb százaléka él bérleményben, mint Magyarországon. Tehát nálunk ugye nehéz levetkőzni azt a hozzáállást, ugye, hogy egy ember legyen saját ingatlana. Ugye, talán már Márai is megmondta, hogy ha egy férfinek 40 év fölött nincs egy kis pocakja, akkor az beteg. Ha nincs egy kis lakása, akkor meg őrült. Tehát ez a fajta szemléletmód benne a magyarok többségében is, sőt, ugye van az a másik, tudod, hogy mindenhol a világon elterjednek ezek a könnyű szerkezetes házak, még Magyarországon meg nem, ugye magyar ember kőházban él. Tehát lényeg a lényeg, hogy mostanában nem valószínű, hogy lesz egy ilyen mély nagy zuhanás.
Hát figyelj ide, hogyha abszolút nincs ugye egy kezdő lökés, mint hogy nekem sem volt az életben, tehát én is tényleg úgymond örökség nélkül jöttem el otthonról. Tehát nincs egy ilyen lehetőség, akkor nagyon nehéz a semmiből előttem azt a pénzt, ez így van. De akkor marad a saját erő, persze. Itt ugye lehetőségek vannak ugye egyfajta hitellel. Most amúgy nem olyan rosszak a lakáshitelek, pláne hogyha képes vagy egy ilyen fix törlesztésű, tehát egy olyat előszedni, amivel talán kisebb eséllyel szívod meg később. Vagy egy ilyet el lehet kapni, vagy most már vannak ilyen úgymond magánhitelek, hogy egy kisebb társaság, egy cég ad neked x millió forintot, tehát nem kell banki cétszót végigfutnod, úgymond kvázi tulajdonos lesz az ingatlanban addig, amíg nem tudom 10-20 évig vissza nem adod neki a kölcsön. Tehát ilyen lehetőségek vannak, hogyha nincs semmi, hát akkor csak itt tudsz megindulni. Hát római 2 vagy 3, nem tudom, ahol tartottam. Ugye itt minden üzletben, itt is vannak úgy lehetőségek, kiskapuk. Ugye az árverezéseket, noha ezt egy nagyon szűk rétet tartja kezében, ezt a fajta nevezőt nyugodtan a fiának, de ha ebbe bele tudsz úgy jutni, nyúlni, akkor ugye a banki hiteles bedőlt lakások és egyéb okból elárverezett lakások ugye sokkal olcsóbban úgynevezett menekülő értéken szóltak kikerülni a piacra. Természetesen ugye van ez a mafiózó réteg, nevezzük mafióznak, amúgy nem azok, kezit csókolom mindenkinek, akivel benne van, de amúgy de. Tehát van ez a réteg, aki ugye mielőtt a lakások kikerülnének erre a széleskörű piacra, előtte kiveszik a jó lakásokat, azokat nem adják ki a piacra. Minden banki hitelen foglalkozó, bedőlt lakáshitelen foglalkozó osztályon van egy-egy ember, aki kapcsolatban áll egy-egy bizonyos körrel, akik aztán közösen kiveszik a jó lakásokat, amik tényleg valóban jó üzletek. És azokat már nem adják a nyilvános árverésre, azok már nem jelennek ott meg. Persze ez nem Magyarországról beszélek, ez egy teljesen más dimenzióban van ilyen. De lényeg, hogy be tudsz jutni ebbe a körbe, amit nem könnyű, vagy ha nem is tudsz bejutni, még akkor is egy ilyen mondjuk elárvezlett ingatlanoknál azért lehet valamit csemegézni, de ott is nagyon kell figyelni. Figyelj, azt el kell fogadni, hogy 0 forintból megindulni, és abból nagyon nagy dolgot létrehozni, az nagyon nem könnyű. Tehát feltétleg 2-3-4 ingatlan keresztül is esetlegesen fogtok eljutni majd oda. Tehát vesztek egy olyan lakást, ami nem annyira tiétek, de viszont üzletleg nem rossz, laktok benne pár évet, eladjátok, lesz egy következő. Tehát valószínűleg lehet, hogy ilyen hullámokon át fogtok eljutni oda, hogy legyen egy olyan lakástok, amire azt mondjátok, hogy na ez már a miénk. És lehet, hogy ez 7-8-10 év is lesz. De római 3 vagy nem tudom mennyi. Ugye te is mondtad, hogy most már érztek, hogy nagyon elcsesztétek, hogy régebben nem vettetek lakást. Ugye, de ez a jövőben csak rosszabb lesz. Tehát maga az érzés. Nem lesz olyan, ha csak nem lesz egy őrületes nagy világégés, és mondjuk, hogy lesz egy újra rendeződés, mint mondjuk második világháború után volt, ugye, hogy a kommunista diktatúra osztogatta az ingatlanokat, elvette, akit le tudta, mindenkit le tudta venni, majdnem mindenkit, és osztogatta utána. Tehát ha nem lesz egy ilyen, akkor csak magatokra számítható. Keresni kell olyan munkalehetőséget, olyan pénzforrás lehetőséget, amik relatív stabilak, és viszonylagosan az átlag felett vannak, és nem a KS által megadott átlag felett, hanem a valódi átlag felett. Tehát, hogy legyen stabil egy pár százezer forint most, mai áron, mondom ezt a pár százezer forintot, amit képesek lehettek arra fordítani mondjuk, hogy mondjuk egy lakásnak a törlesztése és a hozzávaló, hogy vele járó egyéb költségeket tudjátok megfedezni. És meg kell indulni, ezt megmondom miért, mert ez mindig így lesz. Figyelj, én most ahol lakom, csak bérlem az ingatlan, de itt mellettem, itt a hegyen vannak telkek. Már nem sok, amiket el akarnak adni. Figyelj, itt beszélgettem helyiekkel, 20 évvel ezelőtt itt a telkek néhány millió forintba kerültek. Még 25 éve még itt tehenek legelésztek. Senki se hitte volna 25 éve, hogy itt valaha lesz valami. Hát a vidék vidékinek számított. Hiába volt Budapesten már akkor is. Most meg egy telek ilyen 70-80-100-120 millió forint. Pedig annak idején 20-30 éve. Érted, néhány millió volt. Tehát, hogy ennek sosem lesz így vége. A normál esetben. Úgyhogy ugorjatok neki. Én nem vagyok, és sőt, nem szeretem a hitelfelvételt, abszolút nem támogatom. De vannak szituációk, vannak helyzetek, amikor ha nagyon rossz és a kevésbé rossz közül lehet választani, akkor a kevésbé rosszat válaszd, és akkor próbáld meg ezt a dolgot. Még akkor is, hogyha nehéz lesz, és lesznek később problémák belőle. Ugyanis római sok. Ha belevágsz bármiben a létezésben, például egyfajta lakásteremtésben,
annak mindig lesznek hullámai, lesznek jó hullámok, jó periódusok, és lesznek fájdalmas, nehéz hullámok is, amikor azért, mert belevágtál a teremtésbe, egy lakás mondjuk létrehozásába, azért olyan gondjaid is lesznek, amelyek nem lennének akkor, hogyha nem lenne mondjuk az lakáshitlet sztorid. De még akkor is megéri belevágni, mert láthatóan bennetek az van, hogyha nem lesz meg a lakás, akkor sokkal nagyobb fájdalmat és szenvedést fogtok megélni önmagatoktól is létezés által. Jó? Úgyhogy ugorjatok neki. Aztán meg ki tudja, történhet bár az életben azért. Ne add fel a reményt, hogy igenis alátok nyúl a Jóisten, és megad egy-két lehetőséget. Mert a Jóistennek van egy olyan jó szokása, hogy azért, ha az ember hagyja, azért tényleg a hón alá nyúl, ha úgy alakul, és azért segíti a lépéseit. Oké? Okay. Kedves Krisztián, az elmoduláson sokat beszélt le az illúzióról is, benne az elme, az ego egyből azt kapcsolta be, bennem az elme azt kapcsolta be, hogy akkor érdektelenül és közömbösen kell élni az életet? Hisz a földlétben csak szerepeket játszunk, és nekem 3 fiú gyermek, anyaként pont a közélső fiannál tapasztalom azt, hogy mennyire érdektelen és utálja a tanulást, amit én nehezen tudok kezelni. Mert akkor mi lesz belőle? Had is illúzió, akkor valójában hogyan segítsem a gyermekeimet? Figyelj ide! Az illúzió az nem azt jelenti, hogy valami nem valódi. A létezés, a mindenség határtalan. Minden valódi benne, az illúzió is. Az illúzió szó alatt leginkább azt szoktam érteni, hogy az, amit első körben látunk emberi értelemmel, értelemnek egy adott cselekedetben, mondjuk az életben, az illúzió. Tehát az, hogy első körben azt látja az agyam, hogy legyen minél több pénzem, legyen nagyon-nagyon gazdag, mert csak akkor lehetek boldog. Ez mondjuk illúzió, mert ez igazából csak ugye a félelem generálja azt az érzést, hogy minél több legyen, mert ha nincs nagyon-nagyon-nagyon sok, akkor bármikor elveszíthetem a keveset. Vagy amikor tényleg szerelmi cibódások vannak, féltékenység, vagy szerelmi viták, mert igenis mit gondol a másik, hogy velem bármit megtehet, meg tudom, amikor szakítottatok a pároddal egyszer, kétszer, háromszor, és a büszkeség miatt már nem kezded újra negyedjére, pedig lehet, hogy szeretnéd. De a büszkeséget fontosabb. Tehát az illúziót azt értem, hogy az egoista játszmák által megélhető folyamatok, tartalmak, illetve tanulságok, azok, amik illúziók. De még ezt sem mondhatnám azt sem, és mondom azt, hogy ezek nem valódiak. Hisz annak, aki komolyan veszi, annak valódi. Az illúzió az létezés alatt azt értem ilyenkor, hogy belekerülsz egy olyan spirálba, egy olyan örvénybe, mint amikor rákerülne egy forgó lemezre, hogy újra meg újra ugyanazokat a köröket futod, és bármi, ami történik, csak egy újabb és egy újabb színház, egy újabb és újabb esemény lesz, amelyeket valahol lelked legmélyén már te is unsz. És ezért nevezhetjük illúziónak, mert mindaz, ami történik, az nem a történést magát szolgálja, mert igenis egy színházban lévő dráma is lehet valóságos. Tehát nem magát a történést szolgálja, nem téged szolgál, egyszerűen csak eltakarja a szemedről azt a valóságot, hogy a 28 ezredjére megismételt folyamat, az már neked nem ad semmit. Azt már csak azért csinálod, mert félsz mondjuk többé válni, félsz mondjuk felnőni, félsz mondjuk fejlődni. Oké? Tehát igenis a létezésben mindig vedd komolyan azt, amit komolyan akarsz venni. Egyszerűen csak figyelj, hogy mi az, ami valójában már nem akarod komolyan venni, csak már a megszokásból még mindig komolynak gondolod. És akkor azok már csak illúziók, és azokat már hagyni kell feloldódni. Ezek nem eltűnnek, csak feloldódnak, és létezésed egy más formájában, egy más terében kerülnek elő. Ne higgyük el azt, amit nagyon sokan szoktak mondogatni, hogy a fizikai világ teljesen érdektelen, meg lényegtelen, és csak a meditálás, meg csak a túlvilág, meg a angyalok, meg a pokol, meg csak ez számít. Nem, ez nem igaz. A létezésben minden van, és minden egymásból fakad, egymásban terjed. A túlvilág mondjuk, az ezen világból is formálódik, nem csak abból a világból formálódik ez. Nagyon sokan azt hiszik, hogy vannak ugye a finomabb dimenziók, az energiák, és abból jön létre a fizikai világ. És ez amúgy igaz, de már azt nem tudják fölfogni, hogy a hatás oda-vissza kölcsönös, magyarán a fizikai világban történt események is megváltoztatják azon dimenziókat, amelyek látszólagosan abból a dimenzióból származnak. Tehát a létezésben az ok-okozat ilyen téren így már nem állja meg a helyét, már csak egy illúzió. Hanem ok-okozat, 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 ezek mind össze-vissza hatnak oda-vissza egymásra. Oké, nem csak egy lépésben van ok és van okozat, az okozat is hat az okra.
Szoktam mondogatni a példát, csak hogy megértsd a valóságot. Tehát az, hogy 10 éves korodban történt lett valamilyen hatás, egy traumaért, és amiatt mondjuk 35 éves korodban szenvedsz, ez logikus, ezt elfogadod. De a valóság az, hogy a 70 éves korodban történő események hatnak a 10 éves kori énedre is. Az, amit ő ott megél. Csak ezt így nehéz felfogni. Oké? Tehát a lényeg az, és mindenkinek javaslom, hogy ezt gondolja végig, és így foglalja össze a saját magában, hogy igenis az életedben, ami történik, az ugye az te vagy. A családod, ami történik, az ugye te vagy, hiszen a családod, kimondod, az vagyok én is. Bármi történik benne, azt ne úgymond degradáld le egyfajta illúzióként, de azt viszont fogadd el, hogy nagyon sok helyzet, szituáció, reakció az valójában, ami benned zajlik, az nem is létezik igazából, az csak benned zajlik. Ez egyfajta eltakarása a valóságnak, oké? Én amúgy még a fiad meg igenis tanuljon. meg kell nézni, mi az, amit tanulni akar, és afelé kell terelgetni, hagyni kell, hogy, mert valami biztos van benne is, amit szeret. Ugye a mai fiatalok többsége nagyon az interneten, az IT és egyéb szituáció, egyéb helyzetek, egyéb dimenziókban mozog. Hát akkor meg kell nézni ott, hogy igenis lehetséges. A gyerek nagyon szeret játszani a szándékbeles játékkal, és egyszer csak megjön benne a vágy, hogy akkor csinálna is egyet. És akkor már lehetne terelgetni ebbe az irányba, mert most csak példaként mondtam valamit. Úgy vettem észre, hogy ha a gyermek egészséges, akkor nincs olyan, hogy a gyermek érdektelen. Olyan van, hogy ami nem érdekli, azt nem tudja megtanulni, az nem megy bele a fejébe. Ilyen voltam amúgy én is. El tudtam játszani anyám kedvéért, hogy érdekel az iskola, de nem érdekelt. Ami az iskolából érdekelt, azt magamba szívtam. Például mindig humán tárgyas voltam. Emlékszem, mikor biológia órán általános iskolában szeptember 12-én megkérdeztem a tanárt, hogy segítsem ennek ezen kérdés megválaszolásába, ami a tananyagban az május 8-án került volna sor, tehát én ott jártam, mert már unalmamban megcsináltam, mert érdekelt, és előre dolgoztam. Más téren meg mondjuk, mit tudom én, matek vagy egy fizika, az meg abszolút nem érdekelt, kémia, pláne nem annyira szerettem. Ott meg aztán tényleg csak a kötelező hoztam a stabil kettes reményében. Persze. Oké. No. Erről beszéltünk. Kedves Krisztián, kérlek mondd el, hogyan látod az elkövetkező években azoknak a sorsát, akik a nagy nyomás ellenére sem fogják beoltatni magukat semmilyen COVID vakcinával? Tényleg ez a csoport lesz az új jelenség a társadalmon belül. Mit akar csinálni a hatalom ezekkel az emberekkel? Az oltatlanok mennek a FEMA táborokba? Fenntartásra kell készülnünk? Figyelj ide, ugye már sokszor beszéltünk, és voltak, akik megsértődek azon, amit mondtam, és mit tudom én, lehülyéztek meg, vagy én tudom, ilyen dolgokat meséltek azért, mert ugye mondtam, hogy az oltást jelen pillanatban hosszú távon nem fogod tudni elkerülni. Én nem vagyok oltáspárti, nem vagyok oltás ellenes sem. Senkit nem bíztatok arra, hogy oltsa magát, arra sem, hogy nem. A tényeket szoktam elmondani. A tény az, hogy igenis nagyon sokan az oltásnak olyan szövődményeit élik, amelyek lehetnek akár halálosak is, úgymond a mellékhatások, amelyek nem kellemesek. Tény az, hogy ugye nagyon sok oltott oltás ellenére megbetegszik, mert hát ugye megmondták előre, amit én is megmondtam még előrébben, hogy az oltás ugye nem ad úgymond védelmet, csak az esélyeket növeli. Az is tény, bár nem tudom, hogy ebben az időben most éppen mi zajlik, de valószínű, ha már nem is később meg fog jelenni. Lesznek új oltások, univerzális oltások, amelyek ugye úgymond átoltásokként fognak működni, hogy a különböző oltásoknak a úgymond nem működő dolgait helyrehozzák, illetve nagyon sok ország csak az univerzális oltásokat fogja majd elfogadni. Különböző oltások, más oltásokat nem fog elfogadni. Ez is tény. Az is tény, előbb vagy utóbb be fog kúszni a kötelező oltottság a munkahelyekre, a társadalom egyéb rétegeibe is. Valószínűleg nem fognak törvényt hozni a kötelező oltásra, mert túlságos nagy az ellenállás. De rá fogják bízni magára a gazdaságra, hogy ezt kötelező tegye, és kötelező is fogja tenni. Előbb-utóbb nem csak majd az egészségügyben, vagy a szórakoztató iparban, vagy az iskolákban, akik tanítanak, vagy emberekkel kommunikálnak, lesz kötelező, hanem ahol máshol is. Már csak azért is, mert
mert a társadalom egyik fele ugye elvárja, hogy oltasd be magad. Tehát előbb-utóbb így is ki fogják kényszeríteni azt, hogy oltakozz. Nem csak azért, hogyha utazni akarsz. Úgyhogy igen, igen, valószínű, hogy lesz egy nagyon erőteljes nyomás azért, hogy beoltasd magad. Azt, hogy most bezárnak a szemhinnél, például vannak olyan államok az Egyesült Államokban, ahol épp az oltottakat nem engedik az oltatlanok közé, tehát ott ugye így védekeznek. Egyelőre még forrong a helyzet, de nagy valószínűséggel, ha nem is ezek a mostani Covid oltások, de a következő oltások 1-2-3, illetve majd megelőző, nem is oltások lesznek majd, hanem megelőző ilyen beültetések. Ezek eleinte csak szabadon választhatóak, aztán később meg kötelezően választhatóak lesznek. Ez így igaz, ez így igaz. Valahol ugye azáltal, hogy összekeverednek a különböző kultúrák, azáltal olyan speciális, ilyen szupervírusok jönnek létre, amelyeket valamilyen szinten kezelnie kellene tudni az orvostudománynak. Ha visszaemlékszel a történelmi tanulmányodra, amikor felfedeztek egy földrészt, akkor általában a felfedezők akarva akaratlan bevittek olyan betegségeket, amelyek megküzdelték a helyi lakosságot, ugye? Mert abban a régióban ilyen betegség nem volt, ergo nem volt az immunrendszerüknek ereje arra, hogy ellenálljon. Ez mondjuk ma is igaz. Ma is megfigyelte, aki mész Távol-Keletre, Indiába, csapvízből, meglátod, az immunrendszered nem lesz elég erős arra, hogy ellenálljon a tisztulásnak. Tehát, hogy még a helyiek meg megisszák a Ganges vizit is, amiben ugye naponta több százezer embernek a holtestét szólják bele. Tehát, hogy ez ma is így van, úgyhogy ez is valahol elengedhetetlen teszi azt, hogy ugye oltatni próbálják ugye az embereket. És kértette később, hogy lehetne védekezni, illetve levél alján ott volt ez a fajta elvonulás való törekvésed, hogy önfenntartó legyél. Igen, az a legszerencsésebb, hogyha az önfenntartó lenne a társadalom, de hát olyan ma már nem nagyon létezik. Nem fogod tudni megtenni azt, hogy az életed minden területben önfenntartó vagy. Mert az már nagyon szép, hogyha tényleg a saját paradicsomat fogod tudni megenni, mert azt ott nő a kertben. Vagy saját magad képes állatokat tenyészteni, és azt teszik az állatok, amiket te adsz nekik, tehát az egy tiszta hús. Sokkal tisztább, mint a boltban kapható, ugye mindenféle hormonnal kezeltek. De az élet egyéb területén nem fogsz tudni önfenntartó lenni, és előbb-utóbb a rendszer amúgy nem fogja hagyni az önfenntartást, ugye? Van jó pár ország a világban, ahol megtiltják azt, hogy esővizet igyál, vagy hogy azzal locsolj, van egy pár ország, azt is megtiltják, hogy esővízzel öntöz. Tehát nem akarja megengedni a társadalom, a politikai hatalom, hogy te önfenntartó legyél, és ezáltal kicsúsz a kezei közül. Ha pedig olyan nagy baj lesz, ne adj Isten, világszinten, tehát lesz egy összeomlás, lesz tényleg egy olyan szintű háború, ahol megint ugye értékét veszíti a pénz, és csak a reál, a valódi termelés, a valódi munkagyümölcse lesz fontos, ami mondjuk az étel, ugye, meg az ital, meg a ruha. Ugye a világháború alatt is ugye az emberek olyan aranyokért, amiért korábban, mit tudom én, bútorokat kaptak, azért kaptak 1 kiló krumplit, és mentek vele vidékre, és vitték a pestiek a aranyakat, a fülbevalókat, és vidéken kaptak érte pár szem krumplit. Tehát, hogyha megint egy ilyen helyzetbe következik, akkor sincs arról szó, hogy te majd ugyanolyan békében élhetsz a kis terményeiddel, mint előtte. Mert hát ugye jönnek majd azok, akik éheznek, és ezt megpróbáltad elvenni. Tehát, ja, de figyelj, ne lásd ilyen borús nagy jövőt, tehát ne készülj egyből a világ végére, hanem hagyjad, hogy a lehetőségeid szélesebb spektrum mozogjanak. Igen, és figyeld arra, hogy az életben merre, hogyan tudsz haladni. Nem csak feltétlenül az lesz a megoldás, hogy fogod magad, és elhatárolodsz a mindenségtől, lesz egy saját kis birodalmad, körbeveszed egy magas fallal, és ott élsz. Ez nem biztos, hogy szerencsés. Mindig adjunk esélyt az életnek. Kedves Krisz, mindig is nagyon érdekelt a túlvilág élete, a láthatatlan világ dolgai. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, miután meghalunk, egy adott közegbe kerülünk, ahol az eddig eltávozott rokonaink, barátaink vannak, vagy mindenkit látunk, aki eddig a földi síkot elhagyták. Hogyan tudjuk elképzelni ezt a helyet, ahová kerülünk? Van-e zene a túlvilágon? El tudunk repülni más országa, más bolygókra, mint szellem, ahova csak kedvünk tartja? Van-e valamilyen kötöttség? No, figyelj ide, lesz egy előadásunk hamarosan, ami a halálról fog szólni, halál valóságáról fog úgymond szólni.
Az azért jó, mert 2-2,5 órában jobban el fogom tudni mondani, hogy mi történik. Mert ha csak most kiragadok egy momentumot ebben az egész halál utáni lehetőségekből, a létezés ezen dimenziójából, akkor legjobb szándékom ellenére is félre foglak vezetni. Mert nem csak az van, amit elmondok. Itt most pár percben. Amúgy is a halál lehetőség is végtelenek, tehát vannak általános élmények, amik megélhetőek, de van olyan lehetőség is nagyon sok, amit nem tudok elmesélni, mert nincs rá idő, nincs rá lehetőség, vagy egyszerűen csak elfelejtem. A halál után több lépés van, több lehetőség. Az egész élmény megélés azon múlik, hogy te, mint egyén, milyen felfogó képességgel rendelkezel, mennyire vagy tudatos, mennyire vagy határtalan. Mi az ember többsége korlátoltabban éli a létezést, ezért számukra korlátoltabb halálélmény adatik meg. Ott tényleg megtapasztalhatóak olyanok, amikre most te kérdezel, hogy az egyén megmarad önmagának, egyfajta korlátolt létezőnek, ezáltal vannak emlékei az életéről, ezáltal vannak rokonok, barátok, ismerősek, akikkel úgymond találkozhat. Az ilyen korlátoltabb létezésben valójában vannak olyan terek halál után, ahol az ember megéli az eseményeket, amiket tapasztal, de ezen terek mindig alkalmazkodnak a korlátolt létezőhöz. Magyarán, hogyha te korlátolt létezőként keresztény voltál, akkor számodra egy keresztény kultúrkörben megtapasztalt formák vesznek létre. Ha mit tudom, zsidó vagy muszlim, akkor az átlag vallásnak tartott, igaz vallásnak tartott szentek, illetve események vesznek körbe. Számodra az lesz a valóságos. Tehát ez a tér nevezzük térnek. Ez egy alkalmazkodik ahhoz, amit te vagy belül. Ha ateista vagy, akkor fizikai képek vesznek körben, nagyvárosok, felhőkarcolók, tehát hogy bárki bármit megélhet. A rokonokkal, barátokkal volt találkozásra is van lehetőség, fogalmazzunk így, ebben a korlátolt létezésben, a korlátolt halál megélésben. A korlátolt amúgy, noha tudom, hogy hangzik, nem rossz, nem negatívan használom, tehát nem pejoratív értelmében korlátoltságot, csak egy tény megállapítás. Oké, van ezen a túlvilágon? Igen, van. Szerintem mindig mindenhol van, hiszen mindig mindennek van hangja, csak itt most nem hallatszik. Feltétleg nem hallod a tölgyfának a hangját, pedig van neki. Még a mesterséges anyagok napja, műanyagnak is van egyfajta hangja, mert hát minden frekvencia, minden rezgés, mindennek van hangja, ha megfelelő füllel hallgatjuk. Persze. Az, hogy mit tudsz csinálni, tehát hogy repülsz más országra, más bolygóra, ahova csak kedvet tartja, szintén a tudatosságodon múlik. Az egyéni többsége halál után nem nagyon tud csinálni semmit, úgymond, ami a szabad akarathoz köthető, hanem épp úgy, ahogy itt a Földön, épp úgy különböző hatásoknak engedelmeskedik, és játssza a játszmát. Amit szoktam mondogatni tudod, hogy lepörög az élet, ez valamilyen szinten igaz, de ez sem mindenkinél egyformán. De valóban az egyén megéli azt, amit úgymond önmagának gondolt az elmúlt, mit tudom, 50-70-100 évben. De ez olyan érzelmi, fogalmazunk, hogy olyan érzelmi élményeket szabadít föl benne, amik ahogy itt a Földön is meggátolták a tudatosságot, meggátolják ott is. Magyarán rákerül egy másfajta gépsorra, mint amit volt a fizikai világban, és épp úgy azon halad. Ha valaki elég tudatos, akkor természetesen ez megoldható. Valaki szabadon tudott meghalni, vagy az egész életét valamilyen szinten tudatosan tudta élni, akkor a tudatossága, ahogy itt is ad neki választás lehetőséget, adott is. Persze, ha korlátok oldódnak, akkor az egyén egy szélesebb spektrumban, egy szélesebb gondolati, érzelmi formában ismeri föl magát, önmagát. Ez számodra úgy tűnik, mintha fejlődne, vagy fejlődnél. De valójában arról van szó, hogy felismeri egy önmagát egy már létező, kiterjedtebb komplexitásban is, egy kiterjedtebb formában is. És ilyenkor ott persze, hát ahogy itt is van szabad lehetőség eldönteni arra, hogy elmész Budapestről Pécsre, ott megteheted az persze, hogy más térben, más tőben, más létformákat, bolygókat, stb. Nézeges, hát hogy ne, hát ez ebben a dimenzióban egy szabad lehetőség, persze. Tudom, most ez misztikusan, meg science fictionösen hangzik, de attól még így van. De ehhez tudatosság kell, rendben van. És hogy van-e valamilyen kötöttség, hát hogy lenne? Maga kötöttség pedig te vagy. Önmagad számára te vagy az egyetlen, aki meg tudod költeni a létezést, a félelmeid, a szorongásaid, az akodalmaid által. És ezek a halálban sem múlnak el egyből. Hát mértől múlnának? Persze. No, de még egy apróság zárásnak. Ha valaki meg akarja érteni, meg akarja élni a halál utáni létezéseket,
az itt a fizikai világban ezt tökéletesen megtehet, és nem úgy, hogy meghal, hanem csak figyeled a fizikai létezést. Mert mindig minden, mindenek a vetülete. Ami törvények itt vannak, ugyanazok vannak a halálban is. Oké, persze, csak bátran meg kell látni a korlátok mögött lévő végtelent. Kedves Krisz, mennyire kell vagy szabad a tudat alattiban kotorászni? Ha érdemes, akkor hogyan tudok kutakodni benne, felszínre hozni dolgokat? Amik meg a felszínre érnek, egyszerűen el kell fogadni, hogy mi a dolgunk vele. Kotorászni, hát egy jó kérdés. Figyelj ide, ez nincsen zárva, a tudattalan nincsen zárva az embertől. Csak tudattalanul jönnek fel az ott lévő dolgok. Tehát például azok, hogy 3,5 éves korodban, mikor mentél az utcán anyukáddal, és szemed jobb sarkában láttál egy eseményt, az épp úgy benned van most is, és emlékezhetsz rá, és épp úgy elő is jön, ha úgy lakul, hogy itt mostani hatása ezt a felszíne hozza, azt az emlékcsomagot úgymond. Tehát nincs se zárva. A tudatos hozzáférésre gondolsz, gondolom én, amikor szándékosan el akarsz hozni mondjuk egy ilyen emléket. Úgy vettem észre, ez teljesen egyénfüggő. Valakinek jót tesz, hogyha elkezdi bányázgatni az ilyen elfeledett dolgait, vagy a tudatlanjának a mélyén lévő információkat. Például a tudatlan, lerakódik nagyon sok olyan hatás is, amely nem a mostani énedről szól, hanem más dimenziós énjeidről, vagy illetvesileg más egyéneknek a megéléseiről. Valakinek jót tesz, de valakinek meg nem. Én úgy vettem észre, hogy és mivel saját tapasztalatom, nem kell különösebben komolyan menni. De úgy vettem észre, hogy ha az ember fejlődik, változik, nevezzük így, növekszik, akkor egy spontán és természetes módon hozzáfér a tudattalannak a tartalmához, pont ahhoz, amihez hozzáférnie kell. Én nem erőltetném mesterségesen, de hát mindenki szabad azt, amit akar. Tehát nem erőltetném túl nagy erővel a tudatlanhoz való hozzáférést. A tudatlanban azon formáid, létezéseid, tapasztalataid, megéléseid vannak sok minden máson túl, amelyek amúgy te vagy, csak valamiért ezt nem vagy képes elfogadni és felfogni. Nem vagy képes elfogadni azt, hogy olyan vagy, amilyen. Épp ezért nem biztos, hogy nagyon szerencsés, nagy kotorászás, mert olyan dolgokkal fogsz szembesülni, amelyek most még, amíg nem vagy képes elfogadni, nagyon meggyötörhetnek. De a tudatosságnak köszönhetően az ember a határait oldja folyamatosan. Ezáltal előbb vagy utóbb képes elfogadni önmagát olyannak, ami ennek korábban nem, és ezáltal már nem fog akkor meggyötörni a tudatlan felszakadásakor, fogalmazunk így, eléd kerülő emlékek, vagy érzések, vagy milyenségeknek a léte, bezajm. Kedves Krisztián, így a támorok után feltennék egy kérdést. A gondolattól miért nem jutunk el a cselekvésig? Miért van az, hogy az hatalmas energia, ami felgyillemlik bennünk, egyszerűen nem megy át megvalósításba? Amit egy kis figyelem alatt észrevettem magamon, hogy a félelem mellett megjelenik bennem a szégyen is, mintha tett előtti pillanatban egyszerűen összemennék, elbújnék. Nagyon jó meglátás. Rengeteg számtalan oka van annak, hogy miért marad le megvalósulás itt a Földön. A többségében valóban, tehát egyfajta félelem, túlzott aggodalom, túlzott szégyenérzés, tehát vagy a traumatizált érzések, élmények és gondolatok elnek ahhoz, hogy meggátolják ezt. Ez valahol normálishez kialakul, mert az ember, ahogy növekszik, tehát ezt úgy értem, hogy mikor a 1-2 hetes hónapos korától kezdve elkezd növekedni, az érzékenységének köszönhetően tudja túlélni a világot. De ha az érzékenység nem keményedik meg a 3-4-5 éves kor körül, akkor az érzékenység megmarad, tehát nem az érzékenység, maga az érzékenységnek a kezelése, tehát úgy nem keményedik meg egy gyermek, hogy tudja kezelni az empátiával felfogott fájdalmakat, szorongásokat, félelmeket, akkor nagyon nehezen tud ezzel megbirkózni. Amúgy én is ilyen voltam. Emlékszem, hogyha mit tudom én, 7 éves koromban elmentem és kértem álltam a sorba, hogy kérjek 1 kiló kenyeret. Emlékszem, hogy oda kerültem, hogy én voltam a 8. ember mondjuk sorban. Oda kerültem, hogy kérjek 1 kiló kenyeret, addig a világ minden félelmét, szorongását megértem, ki kell mondjak egy mondatot, hogy az emberek rám néznek, hogy Úristen, mi lesz? Tehát teljesen természetes dolgokat sem mertem megtenni, mert annyira a túlzott empatikus készségem annyira maga alá temetett.
felnőttként az ember ezt megtanulja kezelni, de attól még megmarad, és attól még a traumatizáltság miatt elő-elő jön. Tehát igen, ezért valóban, a római egy, valóban az ilyen traumatizált érzelmi gondolatok, az a rég eltemetett problémák, ezek megállhatnak abban, hogy cselekedj, hogy a gondolatból tett legyen. Kettő, az is benne a pakliban, hogy az ember tudja, hogyha tesz valamit, annak mindig van következménye. Az ember élme számára gondolatnak nincs. Ugye meg gondolkozva valamin, úgy gondolod, hogy abból nem történik semmi. Senki sem hallja, senkit sem bántasz meg vele. Nincs fizikai hatása. A gondolatba elküldöd a főnöködet melegebb éghajlatra, az teljesen más, mint ha eljársz, és bele is üvöltöd az arcába. És ez amúgy igaz. Tehát épp ezért legtöbben megszokja, hogy csak a fejében cselekszik, csak ott keménykedik, csak ott forradalmárkodik. Nagyon sokan ugyan világ megváltó gondolataik vannak, de tettük, az nincs. Mert a tett már magával hozza a következményt, amivel már nem akar az ember szembesülni, aminek már lehet ugye veszélye, lehet már akár fizikai veszélye is, vagy lelki-szellemi veszélye. Három. Az is benne a pakliban, hogy a gondolat által megváltozni nagyon nehéz tett nélkül. Itt a fizikai világban a tett az, ami inkább változtatja az embert, hogy létrehoz valamit, hogy az arra kapott reakciók által, a kritika által, vagy az arra kapott pozitív kritikák által is, vagy egyáltalán csak az, hogy valamit létrehoz, ami már mások embereket is beindít a teremtésben, ezáltal akarva akarat lesz egyfajta közös teremtés. Ez nagyon megváltoztatja az egyént. És nagyon sok emberi elme, emberi ego nem képes ebben megbirkózni, fél a változástól. Rengeteg oka lehet, akár fizikai is különben. Négy, hogy igenis vannak olyan hormonális és egyéb zavarok benned dolgoznak, amelyeket nagyon gyorsan elfáradsz, és egyszerűen nem jutsz el a gondolattól a cselekvésig. Tehát bármi történhet, bármi lehetséges. A tudatosság ebben segít különben. Tehát amikor van egy gondolat, van egy érzésed, akkor meg fogod látni majd, hogy mindig, ha odafigyelsz magadra, mindig lesz egy olyan pillanat, amikor az úgy megindul a megvalósulás felé. Hogy na most akkor érzem a csít, és akkor megindulok. Csak a legtöbb ember, ha mondjuk ilyen, mint amilyen te is vagy, akkor ezt kikerüli. Á, majd ráérünk, átadod majd, ráérünk, holnap is van nap. És elengedi ezt a pillanatot, amikor létrejönne a teremtés, amikor könnyedén létrehozhatná azt, amit akar. Ja, én erre már szoktam figyelni, és amikor úgy érzem, hogy ott a lehetőség, akkor mindig fölállok. Könyvet, amikor írok, előadást, amikor tartok, vagy bármit üzletben, amikor valamit meg kell oldjak, szoktam halogatni. De egyszer csak érzem, hogy na most, és akkor már nem ülök vissza a fotelba. Fölpattanok, és akkor három napig megyek, és csinálom. Mert tudom, hogy most ott van az a harmónia, ami bennem is a világban, a mindenségben összeállt ahhoz, hogy a teremtés jól sikerüljön. És ilyenkor olyan dolgot is megteszek, amiket amúgy nem tennék, mert pont az érzékenységem miatt nem biztos, hogy pozitív élményként tudnám megélni. Emberek, ne felejtsük el a következőt. A létezésben a fájdalmak is valóságosak. Tehát nem lehet arra gyúrni, hogy akkor élek jól, ha sosincsen nehézségem. Hát ilyen nincs. A nehézségre szükség van. Hát persze. Jó? Úgyhogy figyeld magad, és amikor úgy érzed, hogy meg kell moccanni, akkor moccanj. Sőt, amikor úgy érzed, hogy meg kell moccanni, akkor talán már picit le is maradtál a pillanatról, de még akkor is jó, ha megmoccansz. Jó? Beszélni egy kicsit a feledékenységről? Amikor mondok, hogy hallok valamit, akkor azt rövid időn belül el is felejtem. Bár ez korábban is így volt. A kolléganőm mondta mindig, hogy jó nekem mesélni, mert mindig úgy rácsodálkozom, mint először hallanám. De az utóbbi időben inkább csak a mostban élek. Nem fontos számomra megjegyezem a dolgokat. Ez mennyire számít normálisnak? Hát figyelj, de nem biztos, hogy teljesen szerencsés. Abszolút nem emlékszel semmire. Néha meg az Isten áldása van rajta a gyermekem, amire nem emlékszel a dolgokra. Figyelj, de hogyha régen nem volt akkor, és most előjött, akkor persze figyelni kell rá, mert akkor nem egy jó jel fizikai szinten. Ha régen is voltak, lehet csak ilyen típus vagy. Akkor is megéri figyelni rá, hogy ez ne juss el olyan szintre, hogy napi problémáid legyenek, napi szintű gondjai legyenek. Ha valaki amúgy jelent éli, a mostot éli, az nem azt jelenti, hogy nem emlékszik a múltra. Az csak azt jelenti, hogy nincs rá hatással a múltbéli emlék. Oké? Tehát nem arról van szó, hogy a jelenlétben az ember nem tudja, hogy hívják. Rendben van. Figyelj oda magadra is, hogyha folyamat erősödik, akkor megéri elmenni szakemberekhez, hogy nézzék meg, hogy hátra találnak valamit.
Oké. Okay. Római 2. Az is gyakran megesik, hogy egyfajta ilyen pszichés menekülő útnak használja az ember azt, hogy nem emlékszik a dolgokra. Amikor tényleg őszintén tudod a homokba dugni a fejed, akkor nem úgy érzed úgy, hogy most ruszként csak homokba dugod a fejedet, hanem valóban úgy érzed, hogy na hát, hát én ilyen vagyok. Ezt is néznek, hogy nagy Isten, nem akarsz szándékosan menekülni az életed bizonyos eseményei, helyzetei, szituációi, vagy akár épp a saját önmagad, a teljes életed elől. Mert ez egy jó menekülő út, nagyon sok pszichia alkalmazza ezt a menekülést, oké? De hogy erősödik, akkor azért ne vedd félvárról ezt a dolgot. Kedves Krisztián, abban szeretném a segítségedet kérni, hogy mi a teendő, ha elfáradunk az élettől. Elváltam a férjemtől, felneveltem a fiamat, voltak kapcsolataim, igen, szép munka. Azért nem olvasom be, mert hosszú maga a levél. Emberek, több ilyet levet is kaptam, hogy úgymond lassacskán az ember köznyössé vált a létezéstől, kezdett belefáradni az életébe. És a többség így 40 pluszosként írja ezt. Emberek, ez valahol teljesen természetes. Nem azt mondtam, hogy jó, de természetes. Hogy az emberi elmének a lendületét a fiatalság adja. A fiatalságnak ugye mit a lendületet? Ha túlépünk a biológián, tehát a hormonokon és az egyéb hatásokon túl, akkor a fiatalság lendületét ugye az tapasztalatlanság adja. Az, hogy nincsenek az emlékek a dolgokra, és csak vágynak a kalandokra, a csókra, a függetlenségre, az önállóságra, vágyik a utazásra, az országokra, az új emberek megismerésére, tengerpartra, hegyekbe, Himalá. Tehát, hogy a fiatalság lendületét, az életszeretetet kezdetben ez adja, hogy nincs róla tapasztalatod. De ahogy öregszel, úgy egyre inkább több tapasztalatod lesz. És a tapasztalatod száma növekszik, nem csak a szám, hanem a mélysége, a megélése. Egyre kevésbé motivál, hiszen már nincs benned a hiányérzés, ami fiatalnak ott volt. Pláne, hogyha hirtelen az életed beszűkül, és felelősséget kell vállalnod feleségedért, férjedért, gyermekedért, akkor már nagyon sok mindent elengedsz, mert az lesz a fontos, hogy igenis a gyermekedet fel tud nevelni. Hogy a fenében, és ilyenkor még mindent elengedsz, és még jobban bele szűkülsz, nem negatívan értem, de bele szűkülsz az életedbe. Úgyhogy hát persze, ez normális. Előbb-utóbb ezt fogod megélni, hogy már nem nagyon vágysz úgymond új tengerpartra, mert annyi tengerparton voltál már, hogy már tényleg most mindegy, hogy a egyiken a pálmafa balra nőtt, a másikon meg jobbra nőtt. az életét területén is már nem lesz nekem vágyait, hogy akarsz még jobban valamit, még nagyobbat, még szebbet, mert már nem. És ez eljuthat odáig, hogy egyszerűen érdeklenné válsz, köznyössé válsz. Római 2. Az is nagyon erősen megfigyelhető, hogy a technikai fejlődésnek köszönhetően virtuálisan megtudunk ilyen dolgokat, amiket fizikai világban nem, vagy ha meg is tudjuk élni, nem olyan mélységben, mint ahogy virtuálisan megjegyek. Mondok egy példát. Ha elmész egy idegen országban is, hogy megbámuld az ottani flórát meg a faunát, hogy felfedezd, akkor látni fogod, hogy a farkas esetlegesen távcsőben látod a magas leszbe, a farkas, ahogy éppen ott fut az erdőben, vagy látni fogod tényleg, ahogy a bogárkák mászkálnak a növényeken. De ezzel szemben bekapcsolod a tévét, és rámész a Geographicra, akkor a farkas olyan közel lesz hozzád, hogy meg tudná nyalni a szádat. És a bogárkák meg a növények is olyan szögből fogod őket látni, olyan közelségből, olyan teljességből, lassított felvételekkel és stb. Hogy az életben te sosem látnál. Az emberi elme számára a fizikai tapasztalatok és a belső megélések azok egyek. Az emberi elme számára az álomban megélt tapasztalatok éppen valóságosak, mint a fizikai tapasztalatok. Tehát az emberi elme számára a virtuális tapasztalatok is éppen valóságosak tudnak lenni, mint a fizikai tapasztalatok. Magyarán a túl sok virtuális tapasztalásnak köszönhetően megszűnik a vágy az emberi elmében a fizikai tapasztalás irányába. Tehát ezért is lehet az, hogy kezdesz beközönösödni. Római 3, és ez most a lényeg, amit erre egész le tudok mondani, nem csak én, előttem már az elmúlt néhány ezer évben nagyon sokan elmondták ezt Buddhától Krisztusig bezárólagosan mindenki. Figyelj ide, az emberi életnek az első néhány évtizede az csodálatos tud lenni, ha egészséges vagy, mert ugye a fiatalság lendülete visz előre. Ez is ismeri a világ. A világ számára is vagy valaki. Ugye a világ számára a fiatal miért valaki? Azért, mert az egy lehetőség. Ugye? Egy fiatal lány lehetőség feleségnek, anyának, egy fiatal fiú szintén, férnek, apának, katonának, bárminek lehetőség világ szempontjából.
nagyon sokan megélik az fiatalnak, hogy az emberek feléjük fordulnak, főleg, ha mondjuk külsőleg mondjuk szépek, és azt hiszik, ugye, hogy feléjük fordul a világ, mert ugye nem tudják még fölfogni a naivitásuknak köszönhetően, hogy a világ nem foglalkozik velük, csak a szépségükkel, mert az az érték a világ számára. Illetve maga az egész folyamat, ugye, ahogy zajlik, amit mondtam az előbb, tehát azáltal, hogy az elme telítődik és elkezdi elveszíteni a érdeklődését, ezáltal elkezdi beletemetni magát ebbe a fizikai játszma, illúzió világba. Ez azért fontos megérteni, mert mint mondottam ott az elején, nem csak én, nagyon sok tanító, szentember vagy tudós elmagyarázta már ezt, hogy ha az ember, ahogy öregszik, nem találja meg az önön lényét, nem tudja megélni azt, aki önmaga belülről, mindentől, a világtól is függetlenül, akkor szenvedéssel károsztatja saját magát. Mert ha csak azokkal az értékekkel azonosítja önmagát, amelyeket a világ annak idén neki adott, a fiatalsággal, az erővel, az intelligenciával, a jó anya vagyok, a jó apa vagyok típusú szerepekkel, akkor ahogy ezek ugye kezdnek eltűnni a világból, mert hiszen öregszel, és már nem vagy olyan erős, már nem vagy olyan szép, már nem vagy apa vagy anya, mert a gyerekeid felnőttek, úgymond, és már évente csak egyszer látod őket. Tehát ha kezdek megszűnni a szerepeid, azt fogod megélni, hogy kicsúszik a lábadról a talaj, hogy ott állsz te üresen és szürkén, és nem tudod, hogy ki vagy. Mert mindaz, aki eddig voltál, az láthatóan nem vagy. Tehát meg kell tanulni befele fordulni, meg kell tanulni egyfajta létezést élni, egyfajta jelenlétet élni ahhoz, hogy megélhess azt, aki vagy, aki a belül vagy. Mert különben szenvedtetni fogod magadat azzal, hogy elmúlik a fejed fölül az élet. Oké? Rengeteg lehetőséged van, nem csak a tudatosság, amit én szoktam úgymond mondogatni. Tehát bármilyen úton, módon, meditációban, jóga közben, tai chi közben, bármilyen úton, módon, esetlegesen egy mély vallásban, egy valódi vallásban, nem csak egy ilyen felszínes egyházi csatározásban. Tehát megélheted azt, aki vagy. Hát hagyja fenében el. Kezdj el magad felé fordulni, mert amúgy ez a folyamat csak rosszabb lesz az életedben. Nézd meg, milyen sok idős ember megkeseredik, és egy kis gonosz, agresszív manóvá válik. Azért, mert nem tudja feldolgozni azt, hogy mindaz, aki ő valaha volt, az egészség, a hatóerő, az eltűnik, eltűnt. És nem tudja megélni önmagát, mert sosem találta meg önmagát. Fogalmazunk így. Oké? Tehát ne temetkezz bele a kezdődő depressziós hullámokba. Ne fogadd el ezt az egészet valóságként. De figyelj arra, ami a tetteid mögött vagy, ami a gondolatod, az érzéseid mögött vagy. Figyelj arra a lényre, aki ott van és figyel, és figyeli azt, amit te csinálsz, mert az mindig ott van. És ha ebből a lényjel tudsz azonosulni, akkor a fizikai világnak ez a szürkesége, a kötöttsége, a korlátai szépen feloldódnak. Persze. Római 3 vagy 4. Azt se felejtsd el soha, hogy ha az ember idősödik, a tudatossága erősödik. A tudatosság hatására pedig egyre inkább azt fogod tudni megélni, hogy az a valóság, az a fizikai valóság, amit téged most körbevesz, az egyre korlátoltabbnak tűnik. Egyre inkább azt fogod megélni, hogy sokkal több vagy te annál, mint amit neked a fizikai világ lehetőségként ad. Ez is ad egy olyan adhat egy olyan depressziós nyomást, amiatt elfáradsz az élettől, és szó szerint agyonnyomod az élet. Ezt megéri elfogadni, hogyha a belső énedet meg fogod tudni élni, akkor nem fog zavarni a külvilágnak ez a fajta korlátoltsága. És előbb-utóbb, ha előbb nem, akkor a halálod után ez a fajta korlátoltság megszűnik, és akkor a szabadságot meg fogod tudni élni. Oké? Okay? Kedves Krisztián, azt vettem észre, hogy az elmúlt években az élet mindig ugyanabban, vagy nagyon hasonló lelki nehézségbe terel. Leírom a szituációt, az elmúlt 5 évben már 3-szor fordult elő. 2 munka között voltam munkanélküliként, együtt az aktuális párommal. Éreztem, hogy nem jó a kapcsolat, nem tudtam szakítani. Aztán pár hónap múlva ők szakítottak velem. Így egyszer nem volt munkám, összetörtem a szakítás miatt, és haza kellett költöznöm. Ezek egyesül és nehéz megküzdenem, hogy egyszerre. Köszönöm, hogy erre a fura ismétlő jelenségre tudsz magyarázatot adni. Hát nem biztos, hogy magyarázat, inkább egyfajta lehetőség. Ha létezésben ennyire nyilvánvaló az ismétlődés, annak több oka is lehet. Egyszerűen egy olyan lemezen pöröksz, amit ugye önmagadnak hittél valaha, de már nem vagy az.
Az, hogy bizonyos ugyanezen típusú férfiakra, nőkre buksz, akik lesz fogod tud megélni. Ugyanolyan típusú életfelfogás miatt újra meg újra ugyanazon létezésekben lépsz bele, azokat teremted. Tehát az, akit önmagadnak hittél mondjuk 5-6-8 éve, az már nem vagy, de mivel ehhez a formához kötöd az én képedet, ezért ez a formád érvényes ebben a világban, majd ezt a dolgot hozza létre. Bárki bármit is mondjon, az, ami velünk történik, annak a jelentős részét mi tehetünk. Azt mondtam, hogy jelentős részéről, mert amúgy minden részéről mi tehetünk, de van, ami annyira indirekt módon jön létre, tehát úgy tehetünk róla, hogy megismertünk valakit, aki által jött valaki az életünkbe, aki által valamit tett nekünk, aki valaki megint más által az életünkben komoly hatást okozott. Ilyenkor nem mondhatnám azt, hogy te tehetsz erről az egész, vagy én tehetek erről az egészről, mert hát nem, hiszen nem láthatod ezt előre. De mégis valahol a te tetteid következménye volt az, hogy egy előre nem látható 28. lépés miatt valami az életedben megváltozott. Tehát arra akarok kiukadni, hogy noha majdnem mindenről tehetsz az életedben, van, amiről nem, de ez igenis, amikor ilyen szinten ugyanazon helyzeteket pörgeted újra meg újra, itt azért arról van szó, hogy valamilyen szinten neked kéne változni, mert igenis a létezés noha nem tanít, de mindent megtanulhatunk belőle. És feltétlenül itt is arról van szó, hogy amíg nem változol olyan irányba, addig ezt fogod létrehozni. Hogyne. Hogyne. Nézd meg a paramétereket, milyen típusú férfiakkal vagy nőkkel, nem tudom, ismerkedtél meg, akik ezen párjaiddal. Milyen típusú munkahelyen vagy, milyen típusú a kapcsolat a szüleiddel, hogy mindig haza kell költözned. Tehát itt valami történik, van itt valamilyen kötés, amit téged köt. Kötések, biztos, hogy több is lesz. Amiket fel kell oldani a változás által, hogy létrejönnek a dolgok. Ez változás ilyen, te lehet két irányú. Az egyik, hogy befele figyelsz, és hagyod, hogy te belül megváltozz, és ezáltal hozol majd egy olyan döntést, amit korábban nem hoztál, és ezáltal lekerülsz majd az ismétlődő körforgásról. Vagy lehet kifele változás, és szándékosan változtasz az életedben dolgokat, figyelvén utána arra, hogy a jövő hogyan változik. Oké, nem nehéz megcsinálni, csak tudatosnak kell lenni, és el kell kapnod a pillanatot. Menni fog, ha mersz cselekedni. Kedves Krisztián, azt találom, hogy mindent birtokba vesz az én. Minden tapasztalást. Én írok, én látok, én érzékelek, én kérdezek, stb. A világhoz kötött és legfőbb mániája az irányítás. Egyik szereplő a másikba bújik. A kérdésem, hogy én hogy tudok nem én lenni, ha nem is vagyok? Mi ez a terekvés kijutni ebből, ha nincs aki, és amiből kijusson? Hosszú levél, most olvasom a kérdést. Nagyon jó kérdéseket teszel föl, csak nagyon sokat. És maga az egész erről a lélekről, a önmagad megéléséről szól. Figyelj ide, ez most nem a reklám helye, de pár hét múlva tartunk egy előadást, amit még nem csináltam eddig, mert nem hittem volna, hogy valaha érthető lesz. De most úgy néz ki, hogy az ember többsége már fel tudja valamilyen szinten fogni. És ez nem levecsülésként mondom, egyszerűen csak az ember elme nem alkalmas arra, hogy megértse az előadás témáját, azaz a léleknek a születését, az énnek a születését. Gyere már el, ha tudsz. Mert ott fogok tudni válaszolni ilyen kérdésekre, sőt, csak ilyenről fogunk beszélni, hogy maga a lélek, amire sokan azt hiszik, hogy örökkévaló, vagy a valóság, amire sokan azt hiszik, hogy örökkévaló, mert mindjárt, hogy ezt mondja az ember, örökkévaló, pont. De azért itt azért vannak még finomságok, vannak dimenziós változások. Tehát gyere már el, kérlek, mert ott azért tényleg 2-3 órában lesz, hogy nem tudom magyarázni, mint itt neked. És aztán lesz még kérdés, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Mert a kérdés egy olyan mélységűek, hogy nem lehet csak így pár percben válaszolni rájuk. De amúgy jó helyen kotorászol nagyon. Jó. Szia, Krisz! Még vagy 15 éve a Csabi által ismertelek meg. Azóta követlek, voltam adásom a kis csöpön is. Nem is rólam van most szó. Anyumat meg tudnád-e nézni? Rossz indulatú daganatot találtak nála. Pedig minden éve eljársz hűdésre. Mellékelem a képet. Figyelj, de mindenképp vegyétek komolyan a dolgot, mert valóban látszik nála a
Szóval látszik nála, hogy van probléma. Oké? Mindenképp nézessétek meg, és menjetek el, és nézzetek szét többféle kezelés lehetősége irányába is. Rendben van? Mert ez ilyen, de oda kell figyelni. Oké? Menjetek el mindenképp, nézzétek meg, és haladjatok. Hallgassatok meg többféle orvost is, ki mit mond, és aztán lépjetek, cselekedjetek. Kedves Krisztián, barátnőm által találtam rád, és próbálom követni a jó tanácsaidat. Aha, ne kövesd, csak hallgass meg, abba baj nem lett. Szeretek én a lehetőséggel kérdést szeretnék feltenni. Látsz a jövőbe költözés családommal Németországba vagy Svájcba? Úgy gondolom, hogy ez mindannyian a nyugalmat és boldogságot hozna, kilépnek a komfortzónánkból. Apám, ne viccelj, hát akkor rajta. Hát akkor teljesen mindegy, hogy én vagy bárki más mit lát. Akkor bátran előre. Ha úgy érzed, hogy költözhet kell, mert igenis jót tenne, akkor csináljátok. Te vagy a család, az egyik fele, ugye a férfi, ott van a nő, aki ebbe támogat, ott van a gyerkőc, hát akkor mire vártok? Bátran. Oké. Ja, nem is most látom, te a család női tagja vagy, aki írtál. Csak itt van a férfi és a fotó. Szimpatikus sásznak tűnik. Persze, próbáld meg. Hogyne. A külföld, én alapvetően támogatom a külföld megismerését. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem menj külföldre, mert ez nem igaz. Én azt nem támogatom, hogyha valaki azonnal elvágja különböző okokra hivatkozván, megpróbálja elvágni a szülőföldjével lévő szálakat. Azt is megmondom, miért. Ez a fajta elvágás, hogy igenis én elfelejtek mindent, ami otthon voltam, meg otthon történt, ennek több oka szokott lenni, fizikális, lelki és szellemi szintű, és amúgy egyik sem működik. Azt is megmondom, hogy miért. A fizikális okok ugye azzal szoktak lenni, amikor valaki egyszerűen gyermekkorában nem találta meg a helyét itthon, nem alakult ki szoros barátság, családdal nem találta meg a harmóniát. Nem alakult ki kötése a természettel, ahol született, mert mondjuk csak a városban él, csak a betonon. Felnőttként nem alakult ki itt egyfajta támogató, baráti, üzleti köre. Tehát ilyenkor mi több, sőt, hogy azt jött, mert gyerekkorában fiatalnak, hogy sokat bántották. Ilyenkor kialakul egyfajta olyan attitűd, ami azt mondja, hogy mindenhol jó, csak itthon nem. Ezt ugye meg szokta fejelni ugye általában a fiataloknak a anyagi mohósága, ugye azt, hogy minden kell azonnal. És ha otthon ugye ezt nem érheti meg adott maga országában, akkor úgy hiszi, hogy más országban ezt megérheti. Ilyenkor egy maximális elzáródás következik be, és elmegy az ember. Ebből az a probléma, hogy ez egyfajta illúzió állapot. És nem feltétlenül nem fogod megkapni azt a otthonérzést, azt a biztonságot, azt a nyugalmat, azt a biztos jövőt abban az országban, amit választasz, hiszen itthon sem volt meg. Nagyon fontos megérteni a következőt. Emberek, égboltot azt cserélhettek, de szívet azt nem. Tehát azt megteheted, hogy egy más csillagzatlat érjen téged, egy más kontinensen az éjszaka. De te attól még önmagad maradsz, az, aki itthon voltál. Ha Magyarországon mondjuk maradjunk a példánál, ahol születtél, ott sem tud megélni azt, aki vagy, akkor nem fogod tudni máshol sem. Mitől tudnád? Maximum az illúzió lesz szimpatikusabb, erősebb, amit eltakarod azt, hogy mennyire boldogtalan vagy belül. Kettő. Valaki azért szakít, ugye érzelmi, mentális okok miatt szakít, próbál szakítani avval, ahol született. Ebben a klasszikus, most hangsúlyozom, klasszikus példát mondom. Amikor valaki hirtelen Magyarországon rájön, hogy arra mondjuk, hogy ő buddhista akar lenni, és akkor kimegy Indiába, meg Tibetbe, mindenhová tanulni, hogy ott élhessen, és ott akar ő, vagy ha nem is megy ki, mert nem tud, azért itthon fölveszi a szárit, és akkor indiainak öltözve járkál itt Budapesten. megjegyzem, ez sem probléma, de azért tudd, hogy azért születtél adott régióban, mert adott régióban fogod tudni kiteljesíteni a szellemi-lelki fejlődésedet. És ezt megjegyzem, Indiában, Tibetben pont így látják, tehát hogy nem egy olyan helyre mész, ami a turista megkapasztásából él, az a kolostor, mert vannak olyan kolostorok, sőt a többsége az, ami nagyon szívesen látja a fehér embert, de csak azért, mert nagyon sok pénz hoz. De hogyha olyan helyre mész, ott tényleg valódi, valóban tudatos mesterrel fogsz összefutni, annak ez lesz az első kérdése, a második kérdésem. Az első kérdés az, hogy vagy. De a második kérdés az lesz,
hogy figyelj már, tehát te magyar vagy, mit keresel itt Indiában, mit akarsz itt? És el fog neki mondani, hogy azért vagy itt, hogy szellemileg, lelkileg fejlődj, akkor azt fogja mondani, hogy jó, oké, persze maradj, tanulj, de aztán húzzál haza, mert oda születtél. És ha azt nem találod meg önmagad, akkor máshol hogy tudnád? De amit most mondtam, ezt csak a példaként mondtam, nálatok nem ez a helyzet, teljesen tudatosan akarod azt, hogy kimentek külföldre élni, de viszont nem akarod elvágni, úgymond a kapcsolatot. És ez teljesen jó. Abszolút normális az, ha az ember tud itt is, ott is élni, több országban is meg tud vetni a lábadat, nincs ebben semmi baj. Oké? Hogyha több nyelven beszélsz, több kultúrában is otthon tudod magad érezni. Persze. Nem az a magyar ember, aki csak egy adott típusú magyarságot tud magyarnak elfogadni. Ugyan már, de hogy. Rendben. Kedves Krisztián, várom, hogy fogynak a kérdések a fejemben, és úgy tűnik alakul. Néha már nincs kérdés, aztán mégis bevillan. Megvilágosodás egyek vagyunk. Ha megvilágosodom egyszer, az hogyan hat a különböző létsíkon létező énjeimre? Az ott létező énjeim fejében is kigyűlik a fény? Hogyan tudunk hatni egymásra? Figyelj ide! Hát nem. Sajnos nem. Hiszen már megvilágosodtál, mert végtelen van. De te nem vagy az. Érted? Tehát van olyan éned, amelyik már világos. Nagyon meg van világosodva, persze. Hisz végtelenség van. Tehát ahogy vagy itt most te megvilágosodatlanul, úgy van olyan éned, amelyik meg van világosodva. És neked meg mégsem. Tehát érted? Oda-vissza hatás az létezik, de nem ennyire befolyásoló tényezőként, fogalmazzunk így. Az egyének élnek egyfajta határt, mindig élnek egyfajta határt, mindegy, hogy ezt a határt úgy hívott, hogy előző életbeli személyiség, egyéniség, következő életbeli egyéniség, személyiség, más dimenziós egyéniség, tök mindegy. Határokat élnek az egyének. Határok adják az egyént, magát. A határok által ismeri fel önmagát, elhatárolódván a többiektől. Határok nem rosszak. Akkor lehetnek terhesek, hogyha változtatnál, de nem tudsz, mert nem engedik a határok, hogy változtass. Ezen határokban zajlik létezés, de mivel egységről van szó, ezért oda-vissza áramolnak az információk. De ezek nem meghatározó jellegűek, tehát nem arról van szó, hogy aki itt és most te vagy, akit azt mondod, hogy na én ilyen vagyok, hogy azt megkaphatod valahonnan kívülről, nem. Te kaphattál kívülről hatásokat, mondjuk kaphattad a zene szeretetét egy más dimenziós énedből, vagy a művészetek szeretetét egy másik dimenziós énedből. De hogy te itt ezzel mit kezdesz, hogy te hogyan fejlődsz, az már rajtad múlik. Oké? Tehát nincs arról szó, hogy valaki egy egyén nagyon sok dimenzióval arrébb megvilágosodna, fogalmazunk így, és az abban a pillanatban téged is azonnal kitör a létezésedből, és téged is megvilágosít, mert nem. Oké? Figyelj ide, te is olyan kérdéseket teszel föl, amiket én nem tudok meg megválaszolni. Nézd meg a következő kérdést is az egységről, határtlanságról. De ezért tartjuk ezt az előadást, majd gyere mellette is, ha meg tudod oldani, nem tudom mikor lesz, egy két hét múlva majd valahogy fönn lesz a neten. Tényleg a lélek születéséről, mert hogy ott el tudok mondani olyan dolgokat, amiket eddig nem mondtam el, és tényleg hát ezt is megpróbálom megvilágosítani. Nem lesz egyszerű, de tényleg megpróbálom majd. Jó? Nem könnyű az ilyen nagyon misztikus kérdésekre 3,5 percben tartalmas választ adni. Választ adni könnyű lenne, hülyeséget, de határtlan kérdése, határtlan válasz dukál, azt meg nem könnyű pár percben megadni. Kedves Krisztián, szeretném a segíteni rendet tenni, a teremtsünk vagy fogadjunk el, ami van dilemmában. Gyanítom, mindenkinek van létjogosultsága. Erről beszéltünk már különben többször is, de elmondom újra, egy másik aspektusát is megvilágítva. A fizikai életben a teremtés nagyjából az, amit itt most az elménk kigondol, aztán a gondolatot megvalósítja. A fogadjuk el azt, ami van, pedig ennek úgymond az ellentéte, amikor olyan dolgot élünk meg, amit végig gondolni, végig tudunk ugyan, de kigondolni nem tudjuk, ezáltal nem tudjuk szabályozni, vagy éppen elkerülni ezt a hatást. És ilyenkor dönthetünk arról, hogy elfogadjuk azt, ami van, vagy belemegyünk egyfajta csatározásba, hogy hát, ha mégis tudunk ezen változtatni. Mondom a példát, megvettük végre álmaink házát, lakását, beköltözünk, eltelik 3 év, 3 hónap, fél év, mindegy, egyszerűen egy szomszéd, aki szintén megveszi a másik házat, másik lakást,
majd megindul. Ilyen napban böböltöte szenét, veszekednek, üvöltöznek, élhetetlen, kezdik el tenni a létezést. Ugye itt jön a kérdés, hogy most én tudatos szentemberként mit tegyek? Tűrjek még életem végéig, és szenvedjek a szomszéd miatt, vagy álljak a sarkanra, menjek át, és osszak ki egy pár pofont. Most persze sarkosan fogalmaztam, de lényeg ugye ezt, tehát vállaljam föl a csatát az új szomszédokkal, amik feltetleg erőszakba fognak torkolni, ha nem is fizikai erőszakba, de lelki-szellemi erőszakban mindenképp. Emberek, erre a kérdésre nincs univerzális válasz. Pontosabban válasz van, de nem feltétlenül a te válaszod. A létezésedben mindig neked kell megélni. Azért, tehát létezésed. Nem lehet máshogy. És meg a következőt kérlek. Nem fogsz tudni hibázni. A végtelenségben hogy hibázol? Nem tudsz hibázni. Vannak olyan tettek, aminek a következménye azonnal kellemes, vannak, aminek csak később. Vannak olyan tettek, aminek a következménye azonnal fájdalmas, és később sem lesz jobb. Később is fájdalmasabb lehet. De ezért előre félni nincs értelme, hogy mi lesz, ha. Úristen, dehogy is. El kell kezdened cselekedni. Átgondoltam, de cselekedni. Mindig. És amikor úgy érzed, hogy az a cselekedet a legjobb most, hogy nem teszel semmit, hagyod, hogy elengeded a dolgokat, hogy meg elfogadd azt, ami van, akkor meg azt kell tenni. Ezt nem adhatja meg neked, ezt a tudást sem egy külső tanító, egy mester, egy szakember, egy könyv, semmi. Ez a dilemma különben miut ember az ember létezik. Hát már a Bibliában is benne van, nem is tudom kinek, János könyvében, vagy valamelyik benne van. Ugye egyfajta imádságban, ugye, hogy add meg Uram, hogy tudjak, legyek olyan bölcs, hogy fölfogjam, mikor mit kell tenni, de azt is add meg Uram, hogy legyek olyan bölcs, hogy fölfogjam, hogy mikor nem kell tenni semmit. Ez amúgy a nehéz. Hát hogyne, hogy meglássuk, hogy mikor kell cselekedni, és mikor nem, mikor van értelme a cselekedetnek, és mikor nincs. Mert valamikor a nem cselekvés a cselekvés, és az adja a tartalmat. Sokszor különben sokkal erősebbnek kell lenni ahhoz, az ember ne tegyen semmit, mint hogy tegyen. Hát persze. De újra mondom, erre nem tudok neked olyan választ adni, ami mindig stabilan, biztosan jó és alkalmazható. No, emberek, most nézd az időt, elszaladtunk. Legyetek jók. Mindenkit csókoltatok. A fiúknak csak készfogás. Jó? És akkor találkozunk vagy így, vagy úgy.